A Kúger család két férfi tagja le sem tagadhatná egymást. Apa és fia nem csak kinézetre és vérmérsékletre hasonlítanak egymásra, de mind a ketten élnek-halnak a jégkorongért. Míg István edzőként tevékenykedik Székesfehérváron, addig Dani Amerikában hokizik nagy sikerrel. Remek a kapcsolat köztük, amikor tehetik, együtt töltik az időt. Szerencsére belepillanthattunk egy igazi apa-fia programba. Amióta úgy nagyobb fiú már, mindig kialakult bennünk ez a kis rivalizálás. Általában egy apa legnagyobb álma, hogy fiú gyermeke folytassa, amit ő elkezdett. István 4 évesen vitte először jégre fiát, akinek a hideg, csúszós pálya nagyon nem tetszett. Következő évben azonban sikeresen megbarátkozott a körülményekkel. Nem kimondottan hokisnak neveltük, titkon azért bíztam benne, hogy ő is követi ezt a pályát utánam, és hát azt gondolom, hogy még van egy pár lépcsőfok, de lehet, hogy megüti azt a szintet, ahol én voltam játékosként. István mindig példaképként lebeg Dani előtt, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a fiú első messzámát is édesapjától vette át. Dani sokat ad apja véleményére, aki szerencsére sosem dicsérte őt pusztán elfogultságból. Mindig megkaptam azt is, amikor hibáztam, mindig megbeszéltük ezeket a dolgokat. Én is tudtam azt, hogy ő az, akitől ezt szívesen is hallgatom, mert tudom, hogy ő ért hozzá, úgyhogy azt gondolom, hogy nem, zökkenőmentesen teltek ezek az évek, nem volt probléma. Sajnos manapság nem tudnak annyi időt együtt tölteni, mint mikor még István Dani edzője volt, ugyanis a fiatalember kirepült a családi fészekből, és meg sem állt Amerikáig. És hogy István mikor volt a legbüszkébb fiára? Talán a magyar válogatott címeres mezben, mikor először megláttam felnőtt válogatottként, akkor azt gondolom, hogy vátyolos lett a szemem, mert az egy olyan volt, ami azt gondolom, hogy egy örök emlék, és egyébként úgy lépésről lépésre a Dani, még ott tartunk, hogy lépésről lépésre egyre előrébb kerül, és akkor az nekem mindig nagyon jó érzés. Van egy jó meccsem, hogy esetleg lövök egy gólt, vagy nyer a csapat, akkor sokszor a saját örömöm mellett mindig benne van az, hogy igazából szeretném azt, hogy a szüleim büszkék legyenek rám, úgyhogy mindenképpen jó érzés ezeket hallani. A család az édesanyjával az élen nehezen engedi el Danit erre a távoli kontinensre. Természetesen tisztában vannak vele, hogy ez szolgálja a fiú érdekeit leginkább. Nagyon-nagyon szeretek kinn lenni. Tényleg azt gondolom, hogy ahol játszom és amennyi helyen voltam már, és igazából kinn is megvan a saját életem, nagyon sok barátom van most már, hogy egyetlen egy dolog, ami tényleg a legjobban hiányzik, az a családom, az a közös karácsonyozás, és azok, amiket a születésnapom is novemberben van, és ezek sajnos elég nehéz pillanatok, amikor úgy eljönnek, és az úgy mindig egy nehéz pont, amin túl kell lendülni. Úgyhogy mióta kinyátszom, annyira nem is várom a karácsony, mert azt tudom, hogy az nem olyan igazi, mint amikor még itthon voltam. Élsportolónak lenni rengeteg lemondással jár. Vajon megéri ez a temérdek áldozat? Nagyon örülök annak, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy sok munka van bennem, nagyon sok szerencsés kell ahhoz, hogy idáig eljusson az ember, és hogy tényleg abból éljen, amit szeret csinálni, és hogy nekem reggel 8-kor nem azért kell felkelnem, hogy beüljek mondjuk egy irodába, hanem azt csinálom, amit szeretek. Ez egy játék, és szeretek edzésre járni, szeretem az edzéseket, a meccseket, azok mindig olyan, mint egy kis ünnepnap, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen szerencsés az ember, hogy azt csinálhatja, amit szeret. Istvánék boldogok Dani sikeres pályafutása miatt, és arra törekednek, hogy egyszer majd újra együtt lehessen a Kúger család. Nagyon sokszor mondom neki, hogy ha eljut arra a szintre, amit még ki sem mondunk egyébként, ha véletlenül egyszer megadatna, akkor én lennék a kinti kis segítője. Mosnám az autóját, nyírnám a füvet a rezidencián, mindenre képes lennék egyébként, tehát még akár ugye ezt áldozatnak is veszem, csak hogy közel lehessek hozzá. Hát, ugye elég összetartott család vagyunk, úgy is neveljük, a Daninak van egy húga is, egy lánytestvére, és hát ebből adódóan jó lenne persze, hogyha ott kéne együtt lehetnénk.